A Csillapont Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Szász Anikó köszönti a hallgatókat. 2023-ban jelent meg Kertész András Apaidő című könyve. A szerzővel, kommunikációs tanácsadóval beszélgetek a könyv fogadtatásáról. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánom! Köszönöm szépen, András, hogy ismételten itt van velünk, és az jutott eszembe, amikor tárcsáztam a számát, hogy ma kedd van, úgyhogy nem nyúlunk bele ezekbe a szerdákba, ugye ezekbe a Dávid napokba. Igen, éppen nem, de a Dávid napoknak az a vége lett, hogy már a rendszerességével, a heti rendszerességével, hogy a gyerek intézménybe jár, most már iskolás is. Úgyhogy ezt ilyen formában nem tudjuk megtartani, de pont szünete volt múlt héten, úgyhogy nekem van egy friss élményem azzal kapcsolatban, hogy milyen egy apás szerda. A múlt hét szerda az egy teljes egészében apás szerda volt, reggeltől estig együtt voltunk. És milyenek az iskolás évek? Mert azt gondolom a könyvben is, meg a podcastjaiban is van erről szó, hogy azért az egy újfajta kihívás. Apának, anyának, családnak egyaránt. Igen, nagyon érdekes az a dinamika, amit az iskola hoz egy család életében. Ez a ki tanul, kinek a felelőssége, hogy tanuljon, házi feladat, izgulunk el a gyerek fejlődéséért, már a szellemi fejlődéséért ilyen értelemben. Jaj, még nem tudja a B betűt, és akkor mi lesz, ha majd pattársa már tudja. De ezekre a kérdésekre is újra és újra meg kell találjuk a válaszokat, és ami izgalmas ebben, ami egyébként az előző időszakra is ugyanúgy igaz, hogy így leginkább magunkban kell tudni jól lenni azzal kapcsolatban, hogy a gyerek például az iskolában hogyan teljesít. Közben meg az is tanulságos, közhely, de szoktuk mondani gyakran, hogy szalad az idő. Amikor mi először beszélgettünk, akkor még pici volt Dávid nevű fia. Ez is számos kihívást jelent, azt gondolom, tehát látszik itt egyfajta folyamat. Igen, és hogyha mondjuk a szerdáktól indultunk a mai beszélgetésünkben, hogy hogyan tudunk mi édesapák, édesanyák minőségi időt tölteni a gyermekünkkel, akkor ugye ezt tovább víve az is egy érdekes kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a minőségi időt újra és újra definiálni, és megtalálni azokat a pontokat a mondjuk közös életükben, amik éppen az aktuális élethelyzetünkben relevánsak, lehetőséget adnak nekünk arra, hogy minőségileg kapcsolódjunk, ami ugye egész más, még egy másodéves gyerek esetében, vagy egy 12 éves esetében. Meg ugye szoktuk mondani, hogy az iskolás évek azért már egészen mások, hiszen amikor óvodából hazatérünk, akkor még van idő megállni a játszótéren, beszélgetni, tenni egy-két kört még akár a ház körül, szóval gondtalanak az óvodás délutánok, hát amíg az iskolából hazaérve azért már bizony lecke van, gyakorolni, ismételni kell, egészen más világ. Nekem erről a kérdésről mindig a ritmus jut eszembe, és lehet, hogy azért, mert ugye operaénekes voltam sokáig, hogy milyen ritmusban éljük az életünket, tudunk-e egy közös ritmusra ráállni egy gyerekkel, és nekünk szülőként elképesztően fontos lenne, hogy érezzük a gyerek napi ritmusát, és akkor ha kell, akkor mondjuk alakítsuk át, álljunk át együtt egy gyorsabb vagy egy lassabb tempóra, és amikor mondjuk az ember elmegy az iskolába a gyerekéért, és tudja, hogy még bevásárolni kell, szeretne a gyerek játszótérre menni, meg focizni, de közben házi feladatot kéne készíteni, és aztán időben lefeküdni, tehát a gyereknek nem állhat az egész napja abból, hogy dolgozik, valamikor pihen ennie is kéne, de mikor pihen. És akkor ezeket összerakjuk, akkor igazából a kérdés az, hogy mi az, ami prioritásunk, és hogy azokat, amik számunkra fontosak, és azt gondoljuk, hogy gyerekünknek is fontosak, hogyan tudjuk úgy bele préselni egy napba, egy délutánba mondjuk, hogy ez kellő ritmusban zajlódjon, hogy hogyan tudjuk ezt kommunikálni a gyerek felé, hogy mennyire törünk rá, amikor azt mondjuk, hogy na gyorsan szájbe menjünk haza, mert meg kell csinálni a házi feladatot, A verzió, B verzió, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, jó, hogy látlak, szép napod volt, de jó, hogy akarsz egy picit pihenni, gyere, nyaljunk el egy fagyit. És adunk 15 percet neki arra, hogy megérkezzen mondjuk egy új helyzetbe, egy délutánba, egy iskola után. Tehát ezek a mind kommunikációban, mind ritmusában nagyon fontosak, és ezeken múlik az, hogy fog zajlani a délután. Ha egy picit maradunk a ritmusnál, az imént ugye azt mondta, hogy korábban operaénekes volt, és kérdezem, felmerül bennem, hogy nem hiányzik-e az éneklés, mert hát azért az apaidő projekt az egészen másról szól, de kapcsolódási pont lehet a ritmus?
Minden körülvesz a zene engem, és a ritmus, és minden az, amit én intellektuálisan is gyarapodtam a 20 évig éneklésből. Egyébként hiányzik, röviden megválaszolva, és hogy mindig keresem a lehetőséget, hogy valami olyan típusú aktivitásokat csináljak, vigyek az életembe, amik hasonló dinamikájúak, mint mondjuk az opera színpadon állni. És hát amikor apaidő előadásokat tartok például, vagy amikor vezetem a podcastomat műsorvezetőként, és egy csomó más olyan helyzetben, most éppen interjút adok önnek, szóval, hogy ilyen helyzetekben sok mindent tudok használni abból, amit egyébként megtanultam ebbe a szakmában. És a gyermekkel szokott énekelni? Hát, ha nem is operát. Reggeltől estig. Egyszer valaki kérdezte, mi szoktunk-e otthon énekelni, zenélni. És mondtuk, hogy hát nem. És akkor rájöttem, hogy dehogy nem, csak hogy nem úgy, hogy akkor most zenéljünk, hanem mi reggeltől estig énekelünk. Operát is, musicalt is. Pont a minap a kocsiban például szombaton énekeltünk, kocsiban is állandóan éneklünk, és akkor átváltottunk a Rigolettóból a My Fair Lady-be, a My Fair Lady-ből Halász Juditba, Halász Juditból Geszti Péterbe, és aztán mentünk tovább a Esik Eső Karikára, Kossuth Lajos kalapjára című slágerre. Számunkra ez teljesen természetes. És gondolom, hogy akár egy ilyen éneklős nap is szolgálhat egy történetül, mert hogy ugye az Apaidők című könyv 52 történetet, személyes történetet vesz alapul. 2023-ban írta meg, volt ugye egy teltházas könyvbemutató. Milyen volt a könyv fogadtatása, meg milyen azóta? Jaj, nagyon, nagyon jó volt, hála jó Istennek. Persze, amikor az ember ír egy könyvet, akkor mindig egy picit izgul, hogy na jó, de mit fognak hozzászólni. Hozzáteszem, hogy én nem ezért írtam egyébként, hanem azért, hogy le legyen írva, meg ki kellett jönnie, és ha már kijött, akkor már legyen összefoglalva, és hogy Dávid majd tudja ezt lapozgatni 20 év múlva. Szóval, hogy nagyon jó volt a fogadtatás, mind a könyvbemutatón is, és azóta is nagyon kedves, pozitív visszajelzéseket kapok. Ami a számomra legizgalmasabb, és mondhatom talán, hogy legfontosabb visszajelzés, az az, hogy többen mondják, hogy de jó, hogy összefoglaltam ezeket a gondolatokat, kihívásokat, kérdéseket, mert hogy bennük is hasonlóak kavarognak, és ezek a történetek, ezek nagyon sokat segítenek abban, hogy ők saját kérdéseikre találják a saját válaszaikat, mert hogy tudatosan ez nem egy segítőkönyv, és nem egy megmondókönyv, és nem egy pszichologizáló könyv, hanem pont arra szolgál, hogy amikor az ember elolvas egy ilyen történetet, rövid kis történetek, akkor föl tudja magának tenni ezt a kérdést, hogy én ezzel hogy vagyok? Nekem ez hogy sikerül? Én hogyan szeretném csinálni? És ezt jelezték vissza az olvasók. A Líra terjesztésében tulajdonképpen Magyarország összes könyvesboltjában elérhető, és szépen fogyott ahhoz képest, amilyen a magyar könyvpiac, hogy így mondjam. Az 52 személyes történeten belül van különösen kedvenc, ami valamiért különösen maradandó vagy tanulságos? Van egy pár. Például, amikor arról írtam, hogy milyen fantasztikus élmény volt egyszer csak rádöbbenni arra, hogy a hét közepén délben fekszem a szőnyegen a kisfiammal összekucorodva, és együtt alszunk. És ezt megtehetem, és hogy megteszem, hogy itt vagyok egy másfél éves gyerekkel. És ez a fajta kapcsolódás, ez utolérhetetlen és megismételhetetlen, mert hogy azok a hónapok és hetek, azok csak akkor vannak ott, és a legtöbb édesapa a munkahelyén húzza az igát, írja az e-maileket, tárgyal, fontos férfi és elfogadott férfiak vagyunk, és lemaradunk ezekről a pillanatokról, amikben az édesanyáknak rengeteg részük van, még sokszor talán egy picit terhes is, hogy újra és újra altatni kell, nem tudom hányszor egy nap, és a szoptatás, és a minden. Nekünk ebből sokkal kevesebb jut, és hogy én ezt megtehettem, és összekucorodva a szőnyegen a nap közepén hallgattam, ahogy szuszog a gyerek, ennek rettenetesen örültem. Van a könyvben egy nagyon fontos mondat, nyilván sok van, de én egyet emelnék ki. Azt írta, hogy valami felülírta a hétköznapok gondjait, apa lettem. Lehetne a könyvet akár így nagyon röviden összefoglalni, sumázni is?
Igen, ez egy fontos érzés, felismerés számomra. Ez még annyira kisarkítva is szoktam mondani, hogy semmi ennyire nem fontos az életemben. Vagy ezzel párhuzamosan kicsit provokatívan azt is mondhatnám, hogy egyszer csak elvesztette fontosságát egy csomó minden. Lényegtelen konfliktusok, akár politikai és egyéb háborgások, beszélgetések, történések körülvesznek minket, rengeteg dolog, ami stresszel, ami idegesít, ami zavar minket, és valójában mindez semmit nem számít ahhoz képest, hogy az ember édesapa lesz. Olyan típusú visszajelzéseket kapott a könyvről, hogy nagyon sok olyasmit fogalmazott meg benne, ami másokban is felmerül, csak nyilván nem gyűjtötték itt csokorba, és nem írták le. Emiatt is lehet azt olvasni a könyvről, hogy hiánypótló mindenképpen? Emiatt is, és amiatt is, mert nagyon kevés még mindig az az édesapa, aki mondjuk kimer állni a nyilvánosság elé, és azt mondani, hogy jaj, de jó. Vagy akár azt, hogy ú, de nehéz. Mert közben persze nagyon nehéz is. Kevés az édesapáknak az ilyen típusú hangja, és azért is hiánypótló, mert hogy magyar szerzőtől, nem pszichológustól, apai szerepből írt könyv, hát én nem is tudom, hogy nagyon van-e ilyen jellegű. Picit más megközelítésben, jó könyvek is vannak, de nagyon ritka. Még az is lehet, hogy olvasva a könyvét felmerül apukákban, hogy nyomdokaiba lépjenek, mármint a tekintetben, hogy a hét egy napját a kisgyermekükkel töltsék. Hát mondjuk úgy az iskola kezdésig, ahogy ön is tette. Én remélem, hogy igen. Nekem sajnos ügyesek az erőforrásaim arra, hogy ezt, ahogy is mondjam, hirdessem a szó nemes értelmében, ezt mint mozgalmat, de hogy nagyon boldog lennék, hogyha inspirálna minél több édesapát arra ez a könyv, hogy találjanak minőségi időtöltés, rendszeres minőségi időtöltést a gyermekükkel, és ez lehet szombat is, ez lehet szerda is, ez lehet vasárnap is, tulajdonképpen mindegy is. Maga a szándék, meg a fókusz az, ami fontos ebben, hogy legyen szándékunk arra, vágyunk arra, hogy ezt megteremtsük, ezeket az időket, legyen fókuszban, hogy amikor a hétköznapjainkat tervezzük, szerdán, pénteken, hétfőn a hetünket, a következő heteket, akkor jelöljük, kiírjuk be a naptárunkba, hogy ez most arról fog szólni, teremtsük meg ennek a lehetőségét. És aztán a következő lépés meg, hogy bizony ez, és erről is írok a könyvben, hogy ez nem egy magától, szóval nem úgy van, hogy az ember elhatározza, és akkor fantasztikus minőségi időt tud tölteni a gyerekével, odafigyelve, ráfigyelve, mert hogy nem így vagyunk bekötve, nem így vagyunk programozva, hanem sokkal inkább úgy, hogy ott vagyunk együtt a gyerekkel mondjuk a játszótéren, és minden másra gondolunk, csak arra nem, hogy milyen finom a homokból készült süti. És ezt meg kell tanulni, megérkezni a jelenbe. És erre kiváló gyakorlat a gyerekkel lenni. Hát mi lehet nagyobb inspiráció, mint ez? Igen. Azt írja a könyvében, hogy ezek az apás szerdák az elengedésre is megtanították önt. Mire gondol? Elengedni a mindennapi mókuskereket, a mindennapi rutint, a kliséket? Tulajdonképpen igen. Nagyon sok tekintetben tanítottak elengedésre. Például az, hogy elengedni az anyagi nyomással kapcsolatos stresszt. Tehát, hogy amikor az ember nem dolgozik, akkor én például vállalkozó vagyok, tehát amikor nem dolgozom, nem keresek pénzt, de hát hogyha az ember alkalmazott és mondjuk szabadságot vesz ki, vagy fizetés nélkül szabadságot ráadásul, akkor is azért kevesebb pénzt fog keresni. Szóval, hogy van ennek ára, hogy az ember mondjuk rendszeresen minden szerdát a gyerekével tölt egyrészt. Másrészt én nagyon rendszerető és rendezett vagyok, szóval, hogy én számomra nagyon sokat jelent az, hogy tudom, hogy a következő órákban mit fogok csinálni. És a gyerek arra tanít, bár egy ilyen típusú együttlét, hogy ez nem csak rajtam múlik, mert az időjárás, a gyerek hangulata, hogyan kelt föl, stb. És mondjuk én megtervezek egy ilyen jó, ugye ez egy ilyen férfi képbe bele is illik, nem? Hogy látjuk magunkat egy férfi, aki megtervezte, hogy a gyerekével tölt egy napot, és akkor nem tudom, órára lebontva megvan, hogy most focizni megyünk, itt fogunk ebédelni, biciklitúra, kivágunk egy fát, és nem tudom micsoda, állna egy fiús programokkal, és hát baromira nem így történik. Mert hogy a gyerek közbeszól a működése, pláne egy másfél-két éves gyereknél,
és máshol kakilbe is máskor alszik el, és másra vágyik, és más teszik máshogyan, és ez nagyon sok-sok lehetőség arra, hogy tanuljuk az elengedést, hogy jó, akkor nem így lesz jó, hanem máshogy lesz jó. Azt gondolom, hogy óriási különbség van azért a között, hogyha mondjuk egy édesapa egy bizonyos tekintetben, vagy valamilyen oknál fogva kényszerűségből marad otthon a gyermekével, még ha csak heti egy nap is, és valahogy megpróbálja azt túlélni, vagy pedig, ahogy ön csinálja, tudatos tervezéssel, figyelve a gyermek igényeire, nyilván merőben más tartalmában, hogyha ez egy tudatos választás. Jó lenne nyilván, hogyha egyre több ilyen lenne. Igen, igen, én azt kívánom magunknak, mint magyar társadalom, hogy egyre több édesapa legyen otthon. Ez nagyon sok szinten hat a társadalmunkban. Egyrészt a gyerekek felnövekedésében egészen más hatások érik őket, más mennyiségben, más arányban az édesanyáktól és az édesapáktól, hogyha az édesapák sokkal dominánsabban vannak jelen. Úgyhogy gyorsan ide befűzöm, hogy az Európai Unió statisztikák szerint egy átlagos édesapa, hogyha 4-4 órát tölt szombaton és vasárnap a gyerekével, akkor hétköznap 15-20 perc jut az egész családra, úgy, ahogy van mindenestől, a mosogatástól az altatásig. Na most, hogyha egy átlagos altatás 2 óra, ne szerénykedjünk, meg ne hátassuk magunkat 2 óra, legalább, vagy 3, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen arányban vesznek részt átlagosan a férfiak az Európai Unióban ezekben a típusú tevékenységekben. És akkor még el is kéne menni a gyerekkel, stb. Stb. Szóval, hogy ez máshogy hat, és ugye például nem beszélünk eleget szerintem például arról, hogy hogyan hat a dominánsabb jelenléte az édesapáknak egy családban, az apa szerepben, az édesanyákra, akiknek ezáltal van lehetőség arra, hogy egy kicsit felélegezzenek, hogy a karrierjükben ne akkora törés jelentsen a gyermekvállalás, hanem finomabb átmeneteket lehessen megalkotni családilag. Tehát, hogy ezer szálon alakulunk, és például nekem ez izgalmas személyes kérdésem például, hogy és dolgozom ügyfeleimmel is ezen, hogy a vezető, a férfi vezetői szerep hogyan alakul át akkor, hogyha dominánsan tudunk édesapák lenni, és tényleg ott lenni, és ebben a szerepben érzelmileg is megfülödni. Az előbbi gondolatára reflektálva, hogyha egy házasságban az anyukának meg az apukának is külön-külön akár van minőségi én ideje, akkor a közös idő is sokkal inkább jó eséllyel lehet minőségibb? Igen. Igen. Hú, ez egy nagyon érzékeny és fontos kérdés, az én idő meg a mi időnk. Ez talán a legnehezebb szülőként, hogy ne tekintsük önzésnek, amikor azt mondjuk, hogy nekem szükségem van arra most, hogy. Tehát, hogy megteremtsük magunknak a fellélegzést. Ugye ez egy ilyen 24 órás műszak, szoktuk mondani, szülőnek lenni és dolgozni. Sosincs vége, sosincs még éjszaka se, mert a gyerek csattog át éveken át, és eltelik 5-10-15 év, hogy az ember föl se ócsúdik ebből a mókuskerékből, és bizony nagyon-nagyon szigorúnak kellene lennünk magunkhoz, ezt magamra is értem, hogy sokkal több én időnk legyen, és pláne a párkapcsolatunkban meg aztán nagyon-nagyon nehéz azt mondani gyerekeknek, hogy most ez a mi időnk, vagy most mi elmegyünk, és majd visszajövünk vasárnap este, vagy egyáltalán. Tehát nagyon nehéz az intimitást fenntartani, a beszélgetést egymás között fenntartani. Ne a gyerekekről legyen szó, és ne a problémákról, és a kihívásokról, és a megoldandó feladatokról legyen szó, hanem rólunk, egymásról. Ez egy komoly kihívás. Az apaidő projektnek egy nagyon fontos másik része az apaidő podcastok, ami természetesen azért így vagy úgy kapcsolódik a könyvhöz is, amely ugye 2022. márciusában indult, tehát most már második éve, és közel 1 millió letöltése van. Azért ez egy óriási szám, én azt gondolom, a mai online világban, és itt megtekintettem, hogy a legkülönbözőbb témákat dolgozták fel, és gondolom, hogy folytatódik ez a fajta műsorvezetés, mert hogy ön is műsorvezető lett ilyen módon. Igen, igen. Hát ez egy ilyen régi, újra és újra visszatérő dolog ez a műsorvezetés. Én már
Hú, lassan 20 évvel ezelőtt is már vezettem rádió műsort, aztán utána nem, aztán utána most megint. Igazából az a helyzet, hogy kerestem azt a fajta folytatását ennek az egész apaidő dolognak, amiben intellektuális megközelítésből föl lehet dolgozni olyan témákat, amik érintik a modern szülőséget, és nekünk modern szülőknek jó, hogyha ezzel tisztában vagyunk. És akkor rábukkantam a podcast műfajára, ami egyébként nagyon divatos, de műfajában, működésében, szereplésében, kamera, egyáltalán beszéd, ilyesmi, nagyon közel áll ahhoz, amit én egyébként művelek, vagy ami az én szakmám is. És akkor műsorvezető lettem ezáltal, és igen, elég jól megy. Hála a jó Istennek, azokat a visszajelzéseket kapjuk, hogy azért ez még talán ritkaság számba is megy. Lehetőséget ad nekünk arra, hogy nagyon izgalmas témákat dolgozzunk föl, és mögé nézzünk bizonyos témáknak és embereknek. Most mondok két példát, az egyik mondjuk, hogy a Hajós Andrással sikerült múltkor beszélgettünk, akivel olyan témákat érintettük, amiket ő nem nagyon szokott elmondani, és jó, hogy egy ismert embernek a hátterét egy picit megismerhetjük, mondjuk, hogy ő hogy viszonyul a két gyerekéhez, és hogyan támogatta őket, milyen apának gondolja magát, vagy gondolta magát, mi volt számára fontos. Vagy a legutóbbi adásunkban például a mesék világát tártuk fel, és hogy hogyan alakítja bennünk az apákról és anyákról kialakítandó képet az, hogy hallgatunk sok-sok mesét, amiben apa és anya figurákat ismerünk meg, és azt gondoljuk mi gyerekként, mindenfajta intellektuális szűrő nélkül, hogy hát ilyen egy király, vagy hát ilyen egy apa, ilyen egy bölcs, ilyen egy jó döntés, és ilyen egy rossz döntés. Sok-sok útmutatás van ezekben a podcastokban szerintem ahhoz, hogy hogyan töltsünk a gyermekünkkel minőségi időt, hogyha jól figyeljük ezeket a beszélgetéseket. Én remélem, hogy igen, burkolva vagy nem burkoltan, de igyekszünk kihangosítani azokat a tanulságokat, amik ezekből következnek, ilyen például, mint a mesékből, hogy hogyan választunk modern szülőként tudatosan meséket a gyermekeinknek, és hogyan adjuk át azokat, és mire figyelünk, vagy hogy éppen milyen szempontok szerint beszélgettünk róluk, és dolgozzuk föl. Akár a mese, klasszikus meseolvasásról beszélünk, de hát ugye itt van velünk ez az óriási kihívás, a mindenféle streaming, YouTube és egyéb csatornákból ömlő rengeteg mese, amik vagy jók, vagy nem jók, vagy tanulságosak, vagy nem, de körülveszik a gyerekeinket, és én azt gondolom, hogy ebben nem az a feladatunk, az én személyes álláspontom, hogy kizárjuk ezeket, hanem hogy megtanuljuk mi is, és a gyerekeink is a helyüket kezelni. Önnek az apaidő ugye az első könyve, és miután nagyon-nagyon hálás témát választott, azt gondolom, ezért merészelen feltenni a kérdést, hogy foglalkoztatja-e a könyvnek a folytatása. Amíg élek, addig biztosan apa leszek, vagy nagyon remélem, és amíg apa leszek, addig tanulok, és amíg tanulok, addig lesz miről írni. Ilyen módon várhatjuk a folytatást? Hát igen, én ezt bátran mondom, hogy igen, most is születnek írások, mert van egy nagy internetes portál, Magyarország vezető gyerek portálja, akik fölkértek, hogy legyek a házi apukájuk, szerzőjük, úgyhogy ott minden hónapban egy-két írással jelentkezem, és lehet olvasni őket, és lehet, hogy például azokat kötve fűzve ki fogjuk egyszer adni.